Szeretettel köszöntöm a tatabányai nézőket, minden olyan embert, aki várakozással és vágyakozással tekint az ünnep felé. Szeretettel köszöntök mindenkit innen a Bánhidai Református templomból karácsony ünnepén, Jézus Krisztus születésének az ünnepén. Egy csodálatos üzenetet szeretnék átadni innen a templomból, amely ugyan több ezer éves, de mit sem vesztett a fényéből, a jelentőségéből, és ez pedig az, hogy Isten kész bennünket is befogadni az ő családjába. Máté evangéliuma egy családfával kezdődik, egy nemzetség táblázattal. Ma nagyon divatos, hogy az emberek családfákat készítenek, igyekeznek felkutatni az őseiket, honnan jöttek, kik voltak az őseik, és nagyon boldogok ilyenkor az emberek, hogyha 1-2-300 évvel vissza tudnak menni a múltba. De ennél sokkal többet mond a Biblia. Ő több ezer év távlatát villantja fel, és kínálja fel nekünk. Ugyanis Máté evangéliuma közel 3000 esztendőt ölel át Jézus Krisztus családfája által, és hogyha beleszámoljuk még azt a 2000 évet, ami eltelt Jézus születése óta, akkor szinte 5000 év van előttünk. Hogy miért mondom ezt el? Azért, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy befogadjon bennünket az ő országába, az ő nagy családjába. Neki is volt egy földi családfája, ahol nagyon sok-sok név van, és érdekes módon olyan emberek is bekerültek ebbe a családfába, akik nem voltak zsidók, és mégis ott vannak. Vajon miért? Azért, mert hittek. Azért, mert hitték azt, hogy Istennek az ígéretei igazak, hogy Istennek az ígéretei beteljesednek. Ott van például az a számkivetett, és mondjuk így a testét áruló nő, Ráháb, aki elbújtatta a kémeket annak idején, és elhitte, hogy az Isten bevezeti az ő népét az ígéret földjére. Aztán ott van Rút, az idegen moábita lány, aki szintén ott van ebben a családfában. Hitáltal voltak ott ők, és hitáltal kerültek be. Így tehát azok is, akik nem tudjuk visszavezetni több száz évre a családfánkat, mégis hitáltal egészen Ábrahámig, sőt egészen a teremtésig vissza tudjuk vezetni a családfánkat. Mert Ábrahám, Ádám, mindannyian hittek az Úrba, mindannyian hitáltal kerültek az Isten közelébe. Így, ilyen módon karácsony azt jelenti számunkra, hogy ott lehetünk ebben a nagy családban, ott lehetünk számon tartva, befogadva Isten családfájába, Isten nemzetség táblázatába. És azt mondja a Jelenések könyve erről a nemzetség táblázatról, amit a Jelenések könyve életkönyvének nevez, hogy akiket Isten beírt az életkönyvébe, azokat onnan soha senki ki nem veheti. És egykor azok fogják örökölni az Isten országát, a mennyországot, akik benne lesznek ebben a családfában, az életkönyvében. Mindenkinek kínálja Isten ezt a lehetőséget. Most ezen az ünnepen mindenkinek, aki hittel tekint Istenre, aki most nézi ezt, én azt arra bíztatok mindenkit, arra kérek mindenkit, hogy tekintsen hittel Istenre, és Isten befogadja és számon fogja tartani, nem csak ebben a földi életben, hanem egy örökké valóságon keresztül. Ebben az üzenetben éljék meg minél teljesebben a karácsony ünnepét, ebben reménykedve, ebben bízva örvendezzenek, hiszen Isten nem hagyott magunkra, velünk van, és kész bennünket befogadni ma is. Áldott békés ünnepet kívánok a Bánhidai Református Gyülekezet nevében is. Köszöntöm a televízió nézőket. Karácsonynak az igéje Máté evangéliumában. Velünk az Isten. Ezt biztatásul mondom most mindenkinek.
nem vagyunk egyedül. Velünk az Isten, és ez nem azt jelenti, hogy ő velünk együtt enyészik el a semmibe. Nem is azt jelenti, hogy velünk van más emberekkel szemben. Hanem azt jelenti, hogy az emberrel van, aki az ő teremtménye. Abban a nagy háborúban van velünk, ami az énünkért folyik. A nagy megtévesztő, e világ ura, és a nagy megváltó, menny és föld ura között. Ebben a harcban van ő velünk. És velünk van abban a vándorlásban is, ami földi életünkön át zajlik. És aminek célja az, hogy ezt az ő szeretetét megértsük, felismerjük és a szívünkbe zárjuk. Ezt kívánom ezen az ünnepen minden társas és magányban ünneplő kedves társamnak, embertársamnak. Boldog karácsonyt kívánok! Nekem a karácsony azt jelenti, hogy béke van és együtt van a család. Nekem a karácsony azt jelenti, hogy együtt vagyunk anyával és apával, és ez nagyon jó. Nekem a karácsony az benne a jó, hogy együtt játszom a testvéremmel. Nekem a karácsony azt jelenti, hogy az egész családdal összegyűlünk és együtt ünneplünk. Nekem a karácsony azt jelenti, hogy megajándékozzuk azt, akit teljes szívünkben szeretünk. Nekem a karácsony azt jelenti, hogy együtt van az egész család, körbeálljuk a karácsonyfát, dallal és imával dicsérjük az Úr Jézust. A karácsony számunkra azt jelenti, hogy találkoztunk az élő Istennel, azzal az Istennel, aki megszületett közénköt egy egyszerű gyermekként, és aki szeretetünket koldulja. Azok a gyerekek, akik most megszólaltak, valójában erről tesznek tanúságot, és a közösségünk is, mind az ünnepben, mind az élet minden pillanatában, az év minden napján erről szeretne tanúskodni. Az Isten közöttünk van, velünk együtt jár, találkoztunk vele. Ennek az örömét szeretnénk továbbadni, és így kívánunk mindenkinek áldott, boldog, békés, szent karácsonyt 2013-ba, és az új esztendőre is az Úr áldását és minden jóságát, mindent a tabányai polgárnak.